Na, akkor szeretettel köszöntök mindenkit, a jelenlévőket és az internet kussza a szövevényes hálójának a túlsó végén ülőket. Ez a 22. Banakat, 2006. október 21-e van, szombat. Külön szeretettel köszöntöm itt jó néhány nagy visszatérőnket, Orbán Karcsit például, a szomszédunkból, Bácsalmásról, Bozsoki Janit, Kaposvárról, aki szintén nagyon-nagyon sok-sok banakattal ezelőtt volt utoljára itt. Volt még egy nagyon kedves várt vendégünk, aki remélem, hogy közben megérkezik, Holler Guszti, aki szinte a banakatoknak az őskövülete, a legelső banakaton is itt volt, és hát most nagy örömmel látta, hogy még mindig létezik ez a banakat, és bejelentkezett, de hát szegény ő a két héttel ezelőtti időpontot tudta, mint itten sokan mások, úgyhogy sajnos így többszörös időtolást kellett végrehajtanunk, többek között az MC elnökségi ülés miatt és ilyenek miatt. Külön köszöntöm itt a Szegedi Egyetemről a kollégáinkat, barátainkat, akikkel egymást oda-vissza szoktuk ilyen rendezvényeken látogatni, Felvidékről a Corvus Csillagászati Klubnak a tagjait. Remélem, hogy az otthon maradtak is hallgatnak bennünket, azt majd meglátjuk, és hát a közvetítő stábot, Teplicki Istvánt és Torrai Tamást, plusz a segítőket, Nyerges Gyuszit, a lassan már örökös banakat részvevőt, Beringer Palit, az automata távcső pápáját, és hát most már tovább nem sorogatom, és a legvégén akkor rögtön bekonferálom az első előadónkat, Gyulai Pál barátunkat, aki az Almási Csabával közös készítésű, gyártású és saját fejlesztésű, tervezésű apokromátokon keresztül magáról az egész lencsetervezésről, lencsék működéséről, leképezésről, hibákról fog itt okosságot mondani, nagyon érdemes lesz figyelni, és örülünk is, hogy ez rögzítésre kerül az előadás. Utána fog következni Kübler Krisztiánnak egy nagyon érdekes és sokak által rendkívül izgatottan várt technikai bemutatója egy új magyar fejlesztésű, saját fejlesztésű CCD-ről, és a technikai, észlelés technikai blokknak a végén Otto barátunk fog egy angliai csillagvizsgálóban szerzett élmény beszámolót tartani. Ezt követni akkor az ebéd, és vagy ebéd előtt csoportkép, vagy ebéd után csoportkép, egy kis pihenő, és utána délután kezdjük a délutáni előadási blokkot, amikor észlelési eredményekről, szakmai eredményekről lesz szó. És akkor este pedig a tulajdonképpen a harmadik logikai blokk, a szerveződési, társasági életnek az eseményei, az elmúlt év, az elmúlt nyár táborairól egy vetítéses élménybeszámoló, Astro, Diasó, stb. Úgyhogy Zseli Jóska is jön egyébként, remélem, hogy ő is fog hozni sok-sok szép képet. No, elég nagy csúszással kezdünk, úgyhogy én ezzel befejeztem a fölvezetést, és akkor kérem az első előadót, akkor tartsa meg az előadást.